A műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneoton Music Group. Sziasztok, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit itt az mpv ben a stúdió látogatós epizódunk legújabb részében. Itt ülünk a Sonic Garden stúdióban a 16. kerületben Páfi Balázs hangmérnök kollégával, mondjuk ő a hangmérnök, én nem vagyok kolléga. <gül> <gül> Trajdi elszólás, sok szeretettel üdvözlöm mindenkit, és Balázs, köszönjük szépen, hogy beengedt a szerény hajlékodba. Ez egy olyan sorozat, ahol meglátogatjuk, hogy a hazai zeneipar szereplői hogyan dolgoznak, és milyen körülmények között. Nem azt mondom, hogy sűrű lesz ez az epizód, mert nagyon nehéz lebeszélni mindenkivel az időpontokat, és mindenkinek sok a munkája, de de igyekszünk azzal, hogy minél több helyre ellátogassunk, és megnézzük, hogy ki hogyan dolgozik No. A mai alkalom, ami már rengeteget beszéltünk, amúgy is stúdiómunkálatokról inkább arra gondoltam, hogy olyan narratívát kövessünk, hogy hogyan is épült össze ez az egész, amit itt látunk, milyen, milyen döntéseket hoztál, hogy, hogy ezeket az eszközöket megvetted uh -huh. a többivel szemben. És egy ilyen gyors visszatekerés, emlékeim szerint, mielőtt még nem ismertük hivatalosan egymást, ez ilyen. 15-16 magasság, amikor én először itt jártam bizniszeltünk. Egy, Így van. Egy monitor, 16. Egy, egy monitor kontrollert, akkor, akkor itt még ö, ilyen fél állapotban volt a dolog. Hát ak álltak már ezt, a fa na. falak, de, de még a berendezés az csak ilyen épp hogy valami. Aha. Aha. A, a nagy kérdés az, hogy ö, korábban mondtad, hogy zenével zenéltél, zenekarban voltál, hogyan egy jött van. neked ez a döntés, hogy akkor most egy stúdiót építs maga az, hogy stúdiót építsek nagyon-nagyon röviden, olyan körülmények között dolgoztam az ezelőtti helyen, ami szerintem munkavégzésre félig alkalmatlan sem volt, és de be kellett látni, hogyha ebből én komolyan, tehát ezzel akarok foglalkozni komolyan, akkor a körülményeknek is olyanak kell lennie. Ez az, ez az A része. A B része az, hogy megváltozott az életem gyakorlatilag. Mm -hmm. Munkahely, család, családi állapotváltozás, a C az pedig, hogy hála is ez a véletlen, mm. ez mindig nagyon fontos mindenhol, hogy 2010 amit mondasz mm. időpontot, akkor indulhatott szerintem a csok is nagyon be. És hogy ennek mi köze van hozzá, hogy a környéken rengeteg épület épült, ezért aztán társasházak, na nagyon pörgött az építő építőanyagkereskedelem, mm. és bármilyen furcsa, leesett az ára az építőanyagnak, nem kicsit a szállításnak is. Úgyhogy fejben számolva egy ilyen nem létező összeg jött ki, hogy mennyi ennyire össze lehet rakni egy ilyen stúdiót, nem már, akkor gyerünk. Ugye a malac Perszei megbont, az összes még meg nem mm. örökölt pénzt is beszedni, és elkezdtük az építkezést. Ennek volt egy elődje, ugye mondtad, hogy zenéltem, mm. ez egy próbahely volt, egy nagyon öreg épület. Azért mondtam, hogy munkavég. Kávé a falak eltrak, vagy így. Nem, ezek semmi köze nem Aha. volt, ez egy teljesen nagyon-nagyon öreg épület, egy ilyen fal. Nekiálltam, lebontottam, az gyakorlatilag nem is értettem, hogy miért jönnek ide emberek felvenni. Igen, mert most ez nem biztos, hogy látszani fog a, a felvételeken, de itt nincsen egy párhuzamos egy pár fal, tehát ez nagyon tudatosan úgy lett már tervezve, hogy külön feljátszó van, Így van, nem az van, hogy ilyen ablak rengeteg van, hanem éppen amennyi a szellőztetés, ez szerintem ilyen, ilyen, a, ilyen a nagyon muszáj, meg, meg a fény igen. Ö, tehát, hogy, hogy ez ilyen nagyon tudatosan kialakított dolog Figyelj, a, a centiméterek ki, ki vannak számolva, tehát olyan nyilván adott volt, hogy a telekre mekkora mm. építményt lehet, vagy vagy úgy gondolom, hogy az, az oké okay. Egy ilyen, egy ilyen minimális, optimális, ez egy ilyen hülye hangzik, de ennél kisebb már hülyeség, semmi értelme nincsen. A nagyobbnak most már egy utólag lenne. De ez, Csak... ez nyilván hogy a cuccokkal arányosan növekszik mindig, ne... meg az igényekkel. Megbízással. A, ja, tehát, vagy hogy... nagyobb zenekarok volt. tehát ugye a, a mennyisége, az emberek mennyisége, meg a befogadó képesség korláta, az dönti el utána persze a cuccokat, de a, a cuccból most neked mondjam, hogy az, az, tehát az jó, végtelen. Jó, jó, nyilván van egy kis bős benne, persze. de de akkori nyilván nem tudod, hogy hova tervez, tehát hogy, nem. hogy örültél, gondolom ezt megépítetted, és Így akkor, akkor ez soknak tűnt. Hát, a, nagyjából azért az a minimális terv volt, hogy egy, egy átlagos pop-rock zenekart, aki mindenki hmm. élő hangsz, tehát értetett, hogy hmm. minden egyes tagot valós időben rögzítsek, az volt a minimális, illetve ehhez tartozó akusztikai dolog, hogy egy dobot, vagy bármilyen normális akustikával rendelkező helységet, ahol dobot és, és bármit felvenni, annak van egy minimális mm. ö, űrmértéke, úgyhogy nagyjából ezt így összelőttem, a, az előtér is tervezett, hogy ha ennél kisebb, annak semmi értelme, multifunkciós, tehát az előtérben is mm. tudunk felvenni, mm. volt, már ott van énekes, kiszorulnak különböző, történt, és a be, és is a volt konyába, per, a igen, a konyhában mész, ott énekel. A gitárrádát ki szoktam de ez is, tehát ez uh -huh. tudatos volt, hogy gyakorlatilag az utolsó nézetcentiméter ki legyen számolva. Uh -huh. A mögöttünk lévő uh, asztal. Ez is tervezett, gondolom. Terve, igen, igen, igen. Ez még ideiglenes, Gyakorlatilag 16 uh -huh. óta ez a ez az építmény, ez, ez, mivel egyedül vagyok, ez állandó építés alatt van, tehát egy, állandóan egy általános, ah. egy, ilyen, egy ilyen átmeneti általános állapotok vannak, ez a sosincs kész, még ez sincs kész, miről egy olyan dolgot tudnék mutatni, ami jó, jó az, az asztal alap le van vágva, majd azt mondjuk, ah. könyöklő, de hogy a, hogy a mérete is az asztalnak, az, az, tehát ez centire ki van, talán, hogy, hogy amíg nem leszek kétszer ekkora, mint most, még mögé tudok menni, mm. tudta, bármit cserélni kell, <kül> illetve itt egy, itt is, itt is megfelelő mennyiségű ember elfér. Viszonylag egyébként elég sokan hasznos felvételt mm. tudunk, tudnak csinálni. Úgyhogy ez szempont volt mindenképpen. Szerintem nézzük most itt a lehallgató részt, ott úgyis csinálunk majd egy másik etapot a, a fejem. Belső, részben, igen. Hogy nézzük meg, hogy hogy alakult ki. Nyilván valamennyi cuccod már gondolom volt, amikor igen. átjöttél. Hát ez is egy döntés része volt, mert nulláról ennek sem értelme. Hát az az, mondjuk, hogy az húzos lett volna. Á, ne. Nézzük a lehallgatást, konkrétan a lehallgatást, és hogy milyen evolúcióval jutottunk el ezekhez a lehallgatók, Ki próbáltál mást, miért maradtál ezeknél? Nagyon jó, jó kérdés, mert ez mindig visszatérő, ugye a, a találkozón, és ez nem titok, hogy a MPV után vagyunk, hogy folyamatosan úgy jöttek az emberek, hogy milyen hangfalat, milyen lehallgatót vegyek, és mindig visszakérdeztem, hogy mi a helység, tehát hogy hogyan, milyen körülmények között fogod hallgatni és ez visszatér, hogy az előző helyen nekem egy Genelec 1030 ám volt, nagyon-nagyon sokáig egyébként. Én azt nagyon szerettem, azt a, az a klasszikus szögletes, régi a, a 10,, 1030, 1031, 32 utána néztek, akkor tök egyformán néznek ki. Én azt használtam, és, és az ilyen célba lövölgetés volt. Tehát ez egy nem rossz hangfal, valaki utája. Nem hát, Ott, a, tehát ezt aha, hagyjuk. Aha. Figyelj, na mindegy. Majd egyszer, ha érdekel, vannak fényképek, nagyon vicces. És az építkezés alatt beköltöztem a vendégszobába, ott bekapcsoltam, és 20 másodperc szóval kapcsoltam ki, hogy tehát az használhatatlan mm -hmm. volt. A, itt se, hogy az előgyébe sem volt, úgyhogy például ez már egy egy, egy tudatos dolog volt, hogy mindenképpen a, a helység, ahol vagyunk, az, az teljesítse azokat a minimális követelményeket, ahol gyakorlatilag. A, a szoba méreteihez képest lehallgató, mert a méretre az tényleg úgy szóljon, ahogy annak, annak szólnia kell a vasmiség csináltak egyébként az épületet, tehát ő, náluk ez, ez egy tök jó deal volt, mert akkor tudomásom szerint még nem csináltak olyat, hogy a, a földről, tehát uh -huh. én ezt lebontottam, az alapot is én ástam De ki, a földről építeni, Hogyne? mint mint majd bármolni örül, valami. Örültek rendszer. neki, mert gyakorlatilag szabad kéz volt, uh -huh. említetted ezt, Igen. Hogy, hogy nem nincsenek párhuzamosak. Tehát minden szög, minden méret, minden építke, tehát az építési anyagok minőségével kapcsolatban is mind egyeztettünk, uh -huh. kijöttek többször mérni. Nyilván egyébként, amikor kész volt, akkor. Tehát ez sosincs kész, mindig kell utána, utána át ezt a diffúzort. Tehát a keresztkérdés az akkori hangfalathoz volt érvelve. Nem, már voltak. Nem, nem, nem. Tehát, hogy maga, maga a hely az bár, szinte bármire. Uh -huh. Tehát, ha nem, nem uh -huh. hozol be valami. Igen, hiességed. tehát, hogy nem pakolsz ki valamit, vagy nem. Igen, hogy a ilyen, a... Egy ilyen őrületet, akkor, akkor, egy, egy, egy átlagos, közepes, középfelső, mondjuk egy SCM 45 is még, mm. ami nálad mm -hmm. van, van, még, ugye? Hogy nem, 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 vissza. a, a kisebb. Jó, oké. Okay. a kisebbre. Jó. Ja, tényleg, igen, bocsánat, múltkorom akkor már nem az volt. Na szóval, hogy az, az a méretig még, még, egy nagyon, nagyon kényelmes és megfelelő lehallgatás van a, 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 a sweet mm. pontban. Mm. Ez hozzá tartozik hogy tök mindegy, mit építesz, olyan szoba szinten nem létezik, ami minden pontján a száz százalék, és ez hülyeség. Hát pláne ezért nincs vérten, a hosszú hosszúságú keverő, mert kigurulnál Ugye? a, a <laughs> Igen, de azért a, a, a szobának nagy része az, 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 tök jó. Tehát ha közel megyünk, ha egy kicsit távolabb hmm. megyünk, akkor munkavézése a, a alkalmas. Hála Istennek ez egy óriási tapasztalás volt. Amikor visszahoztam a 30-asokat, és ide beültem, akkor emlékszem, hogy, hogy kész, hát kész lett, tehát hogy, hogy, hogy használható lett a szoba, és én itt kb. 4-5 órát itt ücsörögtem, és zenét hallgattam. Mm. És így néz, és elővettem a régi dolgaimat is, és akkor jöttek ezek a... Igen, uh, ez Én voltam. Ki mire gondolt a költő? És aztán jön az a kérdés, hogy mert beszéltünk előzőleg, hogy tervezett volt az is, hogy a, a technikai helységben, tehát ittól ülünk, mm. itt is éles felvétel mm -hmm. lehessen. Tehát ez is akusztikailag úgy legyen, hogyha ide egy bármilyen Éneket, akusztikus hangszert, illetve hát ugye elektromos gitár billentyű, akkor ezt tökéletesen lehessen rögzíteni menet közben, míg bent ordít a dob. Már szigetelésről majd beszélünk. De ez általában valit, ha megcsinálják a lehallgatót, akkor ott, ott hogy? tud rögzíteni. Hogy bármit. Tehát, hogy ez egy szempont volt, és akkor itt jött az első akadály hogy igazából nem, tehát nem, nem úgy volt, hogy a, vagy megcsináltam a, a helységet, és akkor már biztos, hangfal cserélt. Nem, nem, hanem jaj, de ez tök jó, megszoktam a hangját, én ezzel majd dolgozom, számtalan ember van kollégák között is, akinek ez van, volt, és az lett a, a egy nagyon érdekes dolog, hogy halk. Érted? Tehát, hogy nem lehetett rendesen megtekerni, hogy a szobához Halk volt. És ez így hülyén hangzik, hogy jó van, öreg, de hát keverünk, érted? És mm. nem az a lényeg, hogy most itt 110 decibelre mm. le a fejemet. Na de, amikor viszont ö, hasznos felvétel van, tehát hogy játék közben, mm. a, a stank miatt, Nekik hogy úgy hívják, ha. hogy kell a gitárosnak, hogy az úgy le, hogy sz, szóljon. És akkor, így elkezdtem így válogatni, lecseréltem a hangfalat, a, 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 hogy, hogy mi, mi jöhet szóba, elkezdtem nézegetni, hogy ha már jenner volt, akkor volt egy ilyen kattanásom, hogy azt amúgy is ismerem, nagyon dicsérték a, 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 a utána következő mm. szériát, mi az 40, 40-10, 20, mm -hmm. 30, 40, stb. És abból választottam egyet, az tök jó volt, de még mindig halk volt. Az nem volt, az egy rövid, rövid találkozásom mm. volt az a, a, a sorozattal, Úgyhogy elkezdtem szenvedni, és akkor kezdték így mondogatni, meg a Tamás is már, már ugye már együtt dolgoztunk, vagy már találkoztunk utána utánatok, mm. és így kezdték, akkor jött be körülbelül így, közutatba a köztudatba a Neumann, hogy, hogy akkor most ő a... a de én le... ATC, PMC-re nem, nem, de nem volt. volt megláttam kormált. az árcédulát, és mondtam, hogy az jó lesz. De hát igen, majd. a ott van. Akkor, tehát az kegyetlen <laughs> volt. Azt nagyon nagyon szerettem, mert mondom, a 45-ös az, az azért. Tehát a cserélés idő jól is az Ott volt, ott volt. Vannak régi film, felvételek, meg, meg a, a Facebookon lehet nézegetni. Mm. Ott, ott vannak. Most, pont, pont most dobta föl, hogy, hogy néhány éve volt ez a, ez a szánszunk. És akkor én elmentem be a hitspace már akkor már hasonló mm. panelekkel, mert ugyanúgy a misék csinálták mm. a Hitspace-be is az akusztikát, tehát normális körülmények között meg tudtam hallgatni egy csomó hangfalat egymáshoz képest, és, és azonnal. Tehát már ott tudtam, hogy arra a feladatra, amire nekem kell, én ezt tök jó meg fogom tudni szokni, a, a, mm -hmm. Mert ugye is mm. vannak, vannak dolgok, amiket valaki nem szeret a hangjába, hogy milyen a közepe, milyen a magas, ez egy ilyen általános mm. dolog, de egy zárt láda, az NS10 már korábban is megvolt, már akkor is, az egy, az egy standard. Jó, hát ez már veled megy el. Tehát ez, ez az Igen, az az, az igazság, hogy a, annak, annak úgy sok értelme nincsen, hogyha most tehát most valaki ne szaladjon egy vegyen NS10-et, de, de mivel ezzel foglalkozom, nagyon sokszor van, hogy a külföldi meglátja, hogy mm. benne van, akkor örül. Mm. Ja, én menjükszet, já, menjükszet. Tehát hogy Jó, jó, ezt ismerem, mert valahogy, tehát az sokkal régebbre nyúlik vissza, annak nagyjából, aki ezzel foglalkozik, ismert, tehát hogy az a barátságos ismert hang. Ez olyan, mintha van egy Biblia. Igen, akar, igen, akar, igen, ott akar, van az is. Akar, akar. Melyik, melyik fejezetet? De tényleg ez vicces, de használom, megjegyzem, hogy, hogy hasznos egy dolog. Úgyhogy behoztam a, a három tizet, csináltam hozzá egy álványt és azó, azóta is. Tehát, hogy nem nagyon, most, pont, most nem azért, ha pont teszteltünk, mert kijött a e, hirtelen akarom mondani, a Fokának van egy viszonylag új szériája, és én, én, egyébként a fokál nekem tetszett. Meglepően, a régi, nekem most is az újak, amit tetszett, De nekem, te, látod, évesen. az új például, a, azzal volt bajunk. Én most teszteltem Balatonon egy ilyen drágábbat, meg olcsóbbat, meglepően jó. É, lehet, de én a, a, ha, ezt a ha. méretet, ami, ami ugyanilyen, Aha. Ott, ott én, hát nekem csalódás volt egész teljesen őszintén, úgyhogy megint ott van, hogy most minek cseréljek. Tehát hogy igazából mm. semmi nem indokolja. Hát már megszoktad tehát, hogy most. Nem is, hát igen, megszoktam, megmondom mondom azt, hogy akarod, megtekered, szól, mm. mint az állat, mindenki örül, tök jól lehet rajta, csak úgy szabadon zenét is hallgatni, annyira precíz már, hogy hogy mm. a felvétel közben kiszúrjak olyan mm. dolgokat, ami aminek nem kell ott lennie, és egy, egy ilyen hangfalnál az egyik, egyik sarokpont, amikor veszel föl, már eleve halt, hogy mit nem akarsz felvenni. Most ez hülye hangzik, de azt is hallani akarod. És ez, ez volt a, a gyakorlatilag. Na kazó. nézzük is, milyen AD-n megyünk át. Az már régóta megvan, az apogee a 16X, ez egy őskövület, gyakorlatilag a poprock érában egy nagyon, nagyon elismert, meg szeretett valami, egy dinoszaurusz, hmm. Annyira vicces, hogy 2003-as, talán a cucc, mindig nézem, hogyha van eladó, akár nem működő, akkor azonnal gyűjtöm be, mert hogyha valami lehasalás van, akkor, akkor legyen csele. Úgyhogy van, van belőle elég, de atomstabilan működik, és mondom, 2003 óta, nekem megvan, nem is 2000 óta, nekem 90 óta megvan szinte az összes felvételi láncom, amivel valaha dolgoztam, ez nagyon vicces egyébként, és egy 2003-as TDM rendszerrel is működik, meg nekem egy HDX mm. van mm. most. Tehát ez gyakorlatilag a legújabb Protusszal működik a, a, a száz éves konverter. Nagyon jó pofa hangja van, mert a trafókat azért mm. hallod benne, tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon felismerhető hang egyébként. Tehát mm. van hangja még senki nem, nem ment el úgy, hogy de szar a mm. Jó, hát az Apogee az jó, gyárt. Hogyne, De most nem, 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 azért mondom. Tehát, hogy igazából nagyon félek, mert hogyha ha letérdelés van, vagy mondjuk váltanék egy teljes rendszert, akkor, akkor kellene cserélni, tehát akkor kiesünk már a... De akkor már a hangfal is rezegne, szerinted? Nem, nem feltétlenül. Nem. Egyáltalán nem. Mondom, tehát, hogy, hogy annyira, Annyira jó árértékarány hmm. van, hogy, hogy nem tudom, nem, mondom, hmm. nagy, nagy, egy hmm. sokkal nagyobb lépés kellene anyagilag Aha. hozzá, hogy én lecseréljem. Aha. Tehát, hogy tényleg indokolt legyen a csere. Úgyhogy az a konverter, az fűzheted agyig, tehát nem hmm. létező mennyiségű tehát sáv áll, állhat a rendelkezésre, ez tök jó, nagyon szeretem. És akkor van az, az itt egy, ez a nagyon combos kontrollered is. Igen, na hozzád. az, az sokkal fontosabb. Tehát ugye kérdezted, hogy a te mm. kontrollered volt, az ami, ami debütált, ez egy SPL volt. Egyébként. Mi ja, azt az se, én nagyon szíttem, emlékszem. Figyelj, ez kegyet, kegyet, te... nem, mert volt benne egy, ilyen, tudod, egy olyan funkció, ez hogy ez a akkor... Izé. Hű, 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 bekapcsoltuk, kapcsolt ki. <laughs> és... Na uh, a fejhargató erősítője jó Az volt. viszont jó volt, igen és aztán úgy hozta a sors, hogy a, a, az avocet az az porosodott a el a a hát mm. mm. senki nem akarta elvinni, és akkor csináltunk egy dílt, amúgy is a, a Tamás már nyomogatta mm. eleget mm. éveken keresztül mm. a büntetőfalon, ez mm. volt a kontrollár. Hát az sajnos az olyan, hogy így beraktuk és az olyan, mint hogy hangfalat cseréltél volna. De ez picit olyan mint a dangerous, nem? Tehát ez a, az a, az a... Hát igen, ez gyakorlatilag az egyen, ha, tehát mondják, hogy ez a tetejét, mm. az az avocet meg Uh, hirtelen akartam mondani, melyik a B betűs, aki majd mindegy, majd ezt majd feliratozott, ha akarod, majd eszembe jut. De két cég van, aki így a teteje a, a kontrollereknek. A Danger is, is mm. nagyon, nagyon jó, más funkciói is vannak. Elképesztően precíz. Hát aki, aki így így, így gondolkozik, ilyenen, akkor tényleg nagyon hasznos, egy, mm. egy egy nagyon jó kontroller azért sok mindent, mm. sok mindent tud. Csinálni. Hát pláne a több hangfolad van, pláne, pláne, pláne azért ennek van jó hangja is. Hát szóval. ez mastering grade gyakorlatilag. Mm. Most Igen. ezt úgy képzeljétek el, hogy hogy lehallgat, lehalkítod annyira, hogy már szinte nincs hangerő, és akkor is, akkor is a bal és a jobb oldal mm. szimmetrikus marad, ugyanaz a dinamika, ugyanaz a hangerő ugyanaz a, a frekvencia menet. Ezt majd nem mondom, próbáljátok ki, hogy ott véreznek ezek el igazából, hogy ez azt csinálja, hogy ez egy attenuátor. tekered az a végtel. Hát most mindenki szerintem a legtöbb a bitnob van. Ja. a bitnob. de abban már van új széria. Van, ugye? van, Igen. de hát az, az, tudod, az kapott hideget, Mi? meg mindig Jó. is. Igen, tehát hogy a, a passzívak is nagyon jók, de hogyha de rögtön érzed, hogy elkezded halkítani, tehát mm. csinálja a dolgát, van egy ilyen optimális működési környezet, amikor oké, okay, szuper, most ez most mindegy, hogy úgy mondom, hogy mindegy, hogy nyilván színez, de, de ezt mm -hmm. most hagyjuk, de elkezdett halkítani, és amikor nagyon-nagyon halk, akkor elkezdett hallani, hogy gyakorlatilag szinte megszűnik valamelyik mm -hmm. oldal, az még szól, eltűnik, azt hiszed, hogy annak, hogy, hogy, oké, hát jó, persze, hát ez halkít, már nem, nem kellene annyira a középmének mm -hmm. lennie se, Aha, fenét, és akkor egy ilyet kipróbálsz halkan, és így halkan is azt hallod, hogy nem már, normálisan tudsz rajta dolgozni, tehát nem kell megtekerni. Na, szóval ez egy, ez egy óriási jó beruházás volt, az biztos, azt nagyon szeretem. Ö, említetted, hogy TDM-ről jöttél, aztán HDX. Ö, De én kubézes voltam. Kubézes volt. Mikor volt a váltás a TDM-nél? Gyakorlatilag a helyjel össze, összefügg, mert ö, én a cubase azt, ö, azt, a TDM-mel használtam, <laughs> DigiDesign Design 8-8 mi ez konverterrel. Mm. Tehát egy ilyen hibridet, mm. mert én az atari kezdtem, már nem azzal mm. kezdtem, de mindegy, de, de az atari 91 óta. Mm. Most az érted így belecsöppenni. Nem voltam rászorulva, és gyakorlatilag 16 sávig az működött. Tehát 16 sávot tudtam rögzíteni, és amikor ugye erről beszélgettük mm. az előbb, ide kerültem, akkor 16 sáv nem volt már elég. Hát akkor ki kell használni, érted? Dobott be mikrofon, azzal az 13-16 sáv, az a, az a, kész is a dob, és akkor még, még nem vettél semmit. Úgyhogy bővíteni kellett, és, a, és ott megállt a tudomány. Tehát a Cubase nem tudtam használni a TDM-mel. Úgyhogy áttértem a, 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 a Pro mm -hmm. Akkor volt egy HD rendszerem, és akkor még egy ideig úgy csináltam, hogy a, a Pro t nagyon hamar megszerettem egyébként, kb. két hét alatt mm. utána már. Mm. A, a felvétel, editálás az mind a, a protus zajlott, és aztán migráció a Cubase-ba. Mm. mert akkor meg, meg a, a Pro nak meg a mai napig is, ugye van egy ilyen, hogy hogy ő azért a, a, a plugineket, a third party mm. plugineket, meg a VST-ket, tehát azért az, az így kezelgeti, de akkor elkezdünk kifogyni, akkor vegyél még egy kártyát, és akkor Anyádat vegyél még egy kártyát. Mm. És akkor, aha jó, és akkor már nem, nem győzöl elég kártyát venni, akkor mondtam, jó, 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 akkor majd itt, majd editálunk, meg felveszünk, és a cubase meg megkeverünk. De egy idő után, amikor már annyi melód van, akkor ez egy áh, hát ez egy óriási kézifél. Ja, Oda-oda-vissza És akkor itt jött az, hogy most akkor mire váltsak, és uh, szembe jött egy olyan HDX rendszer, ami megfizethető mm. volt. Mm. Úgyhogy a programot is, meg, meg magát a HDX kártyát megvettem, és ez gyakorlatilag szinte most ebbe, normális körülmények között végtelen mennyiségű mm. sávon van, és a plugineket is tök jó kezelni, egy uad 24 maggal, úgyhogy mm. én általában uad használok pluginekbe, így, így, jött ez, a, ez a mm. rendszer, úgyhogy én most protúzos vagyok. Hogyan, mikor kezdett megszaporodni az outboardod? Tehát amikor átköltözték volna valamennyi volt. Igen. Hogy voltak a döntések, hogy Úristen, most a preampokat kezdted először felcsapni, már már, már felvételről volt szó, szóval hogyan alakult ki itt az ökoszisztéma, aztán beszélgetünk itt az fx Hát ugye ]ról. egy csomó dolgot hoztam át, a csomó az idézőjelben, mert mikrofonjaim azért már voltak jók, már mm, korábban mm. is, ugye az előző helyen volt egy, egy idézőjelben komolyabb mikrofonom, ami most már inkább hagyjuk, mindegy. A, megvettem a, a Bazz Audio-nak mm. az ARC 1.1-ét, mert az egy, az egy svájci bicska, egy, ez egy fantasztikus eszköz, mert az volt az első komolyabb, és amikor költöztem, akkor egy 88 RLB. Mm volt, mert így hallgatgattam, hogy oké, okay, 10.73, de akkor mégsem 10.73, meg akkor már a Tamás is, is már így képbe volt, mm. és akkor ő mondta, hogy ne, ne legyünk 10.73-ban, nem mm. kell. És akkor próbáljuk -e a 88, akkor jöttek így mm. megint az a 88 szerelbé, én bele vagyok szerelmesedve. Tehát a vinném, akkor az a preamp, abból, tehát az, az volt az első. Ö, ez a mögöttem lévő Majdaszpult, mm. ez már mm. megvolt, ez, ez 24 mm. csatorna, egy ilyen közepes előfokokkal mm -hmm. gyakorlatilag, de arra, arra pont jó, ez most így összegzőnek, úgy használom, hogy nem ezen keverek, de nem ez az összegző, hanem úgy összegző, hogy a uh, utasító mikrofon, mm. az outboard effektek, a szintetizátorok, uh, minden a mm. másik PC hangja, stb. a belső. Igen, egy ilyen, félöség, egy ilyen olyasmire, amire, amire igazából használom, de, de. Ugye igazából ez volt a, 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 tehát hogy sok sávot kellett mm. rögzíteni, akkor ennek a preampjait használtam legelőször, és akkor azért már az hamar kijön, amikor így elkezdesz kapcsolgatni, hogy a pergő, vagy mm. hát akkor nyilván az Overhead-et használtam, és hogy azonnal összehasonlítod, hogy nem árt tényleg? Tényleg. Tehát, hogy a, a annyira nagyon durva, mm. hogy a, a preamp, Ugye azonnal az volt az első, hogy ha, ha bármi van, akkor preamp vásárlást. Az a mai napig. Tehát nézegetem a. A preampokat kezdted. Igen. És akkor gondolom az 500-as is így kezdett hízni. Így van. Hogy, hogy akkor a preampokhoz nézegetél. Kompresszort, elkocsit, stb. stb. Hát, illetve, ugye beszélgetünk róla, hogy én UAD felhasználó vagyok, mm. nekem még az előző rendszerben is uad 1 mm. voltak. És arra az csodálatos talán erről már beszélgettünk mi is, mm. hogy az UAD az azért szemétség, mert, mert te túl jól reprodukálja mm. az eredetit, és akkor elkezded azt nézni, hogy hogy össze, elkezded összehasonlítani, hogy oké, okay, ilyen a plugin, hogy ezt csinálja, mit mm. tudom én, akkor mit egy Distressor, vagy egy 1176, és mondjuk hozzájutsz egy igazi 1176-hoz, és észreveszed, hogy basszus, ez tényleg olyan. Mm. Jó, hogy a vas az, az oké, okay, mm. az, az csinálja a dolgát, ugye a bemenetnél, de, de hogy, hogy azt csinálja. És akkor a az, az szemét dolog, mert ha ez tényleg ennyire jó, elkezdett, most pont a distress-t mm -hmm. azért mondtam, mert azt is elkezdtem nagyon használni. Meg az API-nak a Vision Channel-ét. Mm -hmm. És azt én nagyon szeretem, meg szerettem. Meg az SSL-nek mm -hmm. a, 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 a mond már, igen. A, a, a láncát, az l igen. És akkor, basszus, én ezt sokat használom. Aha. És akkor próbáljuk ki a, a vasban is. Ah, tehát és... az új adek kapudróg. Igen. Hát Te illetve tök jó tesztelni. Ezért hízott az 500-as rekkel. Igen, uh -huh. igen. Egyértelműen és aztán utána jött a következő óriási dolog, hogy az API, öm, ami benne van, mm. meg mm. képeket mm. elméletileg, ugye vágóképet, ezt fogjátok látni, hogy többféle API előfok létezik, és ö, sokan nem tudják, hogy a, a pultban, mert ez a pultból, mm. lé, tehát az első, mert az API mm. találta ki ezt, az, ezt a formátumot, tehát gyakorlatilag ha, ha vesztek a 80-as évek végéből egy, egy előfokot, mm. akkor az megy az 500-asba bele, az. Tehát, hogy effektív a pultból, meg az EQ-ja is. De aztán ezt később így fejlesztették, hogy kifejezetten az 500-ashoz, de azt is kevesen tudják, hogy egy pult az úgy épül fel, hogy oké, okay, preamp, de ott nincs úgy, úgymond attenuátor, tehát hogy a, 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 mm -hmm. a féder sín, az ugye hiányzik. Mm -hmm. az, az maga az A 1073-ban ezért van például a trim poti, mm -hmm. azzal szépen vissza lehet menni, de még az se igazán az az output mm -hmm. uh, gén, amit így visszaveszel. Az API meg olyan gyilkos, hogy letekered pici ö, érzékenységre, akkor is akkora jelet ad ki magában, ami kezelhetetlen. Tehát ha nincs egy olyan konvertered, amit amit skálázni tudsz, akkor egy egy átlagos konzum konvertet az kiveri. Tehát mm. megy a pirosba, ezért nagyon sokan eladták, meg mm. eladják. Én, én így így repültem mm. rá, hogy mi csináltunk szimmetrikus attenuátort, talán van, az, az lesz a fényképe, mindegy. Úgyhogy én vissza tudtam venni. Az újak azok már úgy készülnek, hogy rájöttek, hogy ez, ez nem fog menni az eladás, úgyhogy tettek be egy, egy output uh, stage-et, úgyhogy lehet szabályozni. Azt azért tudtam így hizlani, hogy viszonylag szoktam öt, öt darab valami nem, most már meg sem számolom, hogy... De az, az, az végtelen, tehát az jönne szembe, abból, abból vennék, az sose elég. Itt látod azért más rekküket is talapakolva. Nézzük itt még, mi van itt mögöttet belőle. Mögöttem, hát a szépen sorban, ugye, nem tudod telerakni a 10 unitot, akkor így jönnek. Én nyertem egy játékon, hát <laughs> <laughs> tudod ez a tipikus, hogy mit csináltál, ez egy kamu, <laughs> összes <ilyen> Facebook. <laughs> És nem kamu, hanem van a Stem Audio, ez egy holland csávó, aki kint Amerikában él és Dél-Amerikában rakja össze a motyóit, most már eléggé föl van, és volt egy nyereményjátéka még az elején, hogy akkor te nyerhetsz, mm. hogyha megosztod mm. meg. Megosztottam, Csimera és ezt, ez nagyon hosszú stört, sztori, ezt most nem, nem kezdem el. Az a lényeg, hogy a végén tehát indultunk egy, egy API elkuból aminek nagyon örültem, hiszen mm. mondtam, hogy én, én mm. nagyon használtam, hogy csinált, csinált tök jó API klont állítólag, de az, az ilyen mindenféle sztorin keresztül a végén egy, egy 609-es mm. klón érkezett, ez a ez a 33609, ami a, a, az AMS névnek egy csodálatos buszkompresszora, kompresszora, mm -hmm. amit szintén nagyon használtam, meg használok a, az uad ba pluginként, és ez megérkezett, volt módom összehasonlítani mm -hmm. az eredetivel is, meg a pluginnal csináltam vele, azzal bővült, tehát ott majd fogjátok látni, az gyilkos egyébként annak a kompresszora is, mm. az eredetinek is, monóként, tehát akár két különálló mm. kompresszorként is tudod használni, az már mindjárt kettő bemenet kompresszorral, illetve amikor bővítettem az UAD öm, kapacitást, ugye a, a csippeket, akkor volt egy olyan akció, hogy, hogy egy 8 magosat tudtál, tehát kaptál mm. egy 8 magos kártyát, ha veszed ezt a, mm. a 6176-ot, ami egyébként egy 6, 10 es előfok, ez a csöves mm. klasszikus ö, Universal Audio előfok, egy 1176 ellennek mondott, hogy több, mm, amikor igen. ismeritek, akkor több iteráció van, ez állítólag az ellenhez áll a legközelebb ahhoz a verzióhoz, valóban, az azonnal volt. az megint az, hogy nekem kell egy 6 tízes ami. Tehát elképet, egy csomó te. mindent a lehetőség, Tudod, a lehetőség tudat. hozta. Igen, lehetőség hozott. Aha. Igen, tehát, Igen. ez lehet... a véletlen lehetőség. Tehát nem kutatta, csak lehetőség volt rárepült. A, a kutatás az Aha. úgy, hogy Aha. én tudtam, tehát, Aha. hogy Aha. nekem kell valamilyen 11 70 De mert. akkor, valami valamilyen kíváncsi lista, az így volt. Most ez Hát Tehát nyilván a gasz az már ad Nagyon. De én eleve úgy vásárolok most már, hogy, hogy tudom, hogy mit akarok fölvenni. Uh -huh. Azt majd talán fogunk beszélgetni uh -huh. majd uh -huh. igen, majd igen, énekről, meg bármilyen felvételről ahol hogy azért szoktam mindig a, a, megelőző kérdések, azok arra vonatkoznak, hogy mit szeretnénk a végeredménybe, és már eleve megpróbálom úgy fölvenni. Érted? Tehát, hogy akkor, ja, akkor ilyen elkuttek ezt, úgy állítod Fel be Felveszem a majd hogy... egy ilyen, ilyen rövid epizódot a b szerintem, ha már itt vagyunk, jaj, úgyhogy jaj. érdemes oda is Nem engedem fölrepenni. haza majd a családhoz, és tud, csinálunk ilyen Bécs csatornára. Föl, fölrepenni. <laughs> Ott már fogom is demonstrálni ezeket a hogy, hogy miért mm. miért használod mikor van létjogosultsága és abszolút majd itt szóba jönnek hogy a hogy a másik oldalon az mm. efektek meg plusz EQ tehát hogy most azért már tudatosan vásárolok eljutottam arra a szintre most már hogy meg akkor így fogalmazom, hogy megpróbálom elengedni azokat a dolgokat, amiket már nem nagyon használsz, vagy egy évben csak egyszer, mert minek? Tehát, hogy, hogy csak olyan dolgok legyenek, és annyi, amennyit valóban mm. érdemes használni. Tehát, hogy azért nem fogok 78 darab eh, előfogott venni, vagy nem fogok ide pakolni egy pultot, bármennyire is szeretnék, mert ha nincs kihasználva, annak milyen, milyen értelme van? Semmi. Na, a két kérdésem van, egy, ja. egyik az, hogy van-e olyan, amit mondjuk megbánta? Eszköz? Mhm. Mm lehet, hogy már most túlattá rajta, tehát nem feltétlenül kell, hogy itt legyen. De volt olyan, ami, ami hú, az, egy nagyon rossz féte volt, és akkor ez a párhuzamosan, ez még ezt tartozik Volt, de akkor megbántanék embereket a szabad, nem? Nem, csak hogy neked nem vált be ezzel sem, ezzel nem bántasz meg senkit, tehát hogy... Nem, nem, tudom igazából, mert nem nagyon vásárolt. Tehát ha vásároltam, akkor tudtam, hogy az azért kerül semmibe, annyiba. Semmivel se vásároltál úgy be ezek szerint. Nem, ilyen, ilyen atya úristen, mm. ez, ez, mi, mi folyik itt, te mm. Tehát ha, meg, ha megvettem, meg, akkor tudtam, hogy ez, Aha. ez borzalom, és de jó lesz ez még akkor Akkor mondj, tán, mondj mire. egy olyat, amit a legkevésbé használsz itt a jelenlévő, akár az 500 esből akár bármiből, ami, ami csak így csak a... A rekket így optikailag. Van, van egy dupla Lindel, talán mm. uh, Audio, aki ilyen pultek-szerű mm. eq csinált. Annak is van egy létjogosultsága, mert sokan mondjátok, hogy nem állt a pultek, mm. az csöves, azt szeretjük a hangjába, de a pultek az API által létezik uh, uh, Solid state mm. is, mm. tehát ez meg az, és arra jó pofa, hogy olyan, tehát aki megismeri, hogy a pultek hogy működik egy ilyen nagyon degenerált mm. működése van, hogy azt, azt mm. uh, azért csinálja. Mm. De az tény, hogy a hogy az a legkevésbé használom, de de egyébként, hogyha hogy ha van rá mód, akkor vagy egy olyan olyan forrás van, akkor akkor bekötöm, hogy miha ott van kokaszt. Az Tehát nem azért azért annyira nem, nem. borzasztó, Aha. hogy hogy meg annyi pénzért vettem, amiért tökfölösleges, mm. de ha ha így esni így mondhatjuk, mm. akkor az, az egy takaró elem, mm. mint mm. ahogy a a fekete <laughs> akarok, <laughs> Hát az is drága, mint egy forint Nem tudom, mennyire Viszont én láttam itt azért elbújva riverbeket, az van, ö, egy csomó mindent. Itt azért mindig megoszlanak a vélemények, hogy hogy most a digit riverb, és akkor engedhetjük a, a, a vas riverbeket. Használod-e őket? Hogy állsz velük? Hogyne. Hogyne használnám. Én abban a távolba tartozom, aki. tehát én, én vallom, hogy bármennyire tényleg embertelen jó plugin, reverbek vannak, meg, meg nagyon jó algoritmusok. A 80% én sem jövök kikeverésnél, mm. meg me megoldom in the box, mert egyszerűen nincs rá idő, nem fizetik. Mi az, amikor ilsz? Amikor olyan, olyan, olyan minőségű az anyag, és tényleg a megrendelés, meg én is úgy gondoljuk, hogy hogy van valami, ami, ami hiányzik, és nem tudod megfogalmazni, hogy micsoda, uh -huh. és akkor elkezdünk kísérletezni ilyen dolgok. Uh -huh. hogy na, akkor próbáljunk ki egy, egy vas buszkompresszort, tehát egy fizikai uh -huh. buszkompresszort, próbáljunk ki egy fizikai um, uh -huh. valamilyen effektet, de megfordítom a dolgot, mert én inkább úgy használom többet, hogyha felvételnél, meg megint. Mm. Oké, okay, nem veszem föl azonnal, tehát félre ne értsetek, mm. hogy, hogy Riverben mm. együtt rögzítünk, de amikor a zenekar játszik, akkor a vas a riverbökből szól mm. a valami. Tehát, hogy, hogy a játék érzet kénye az éneklésnél. Van olyan énekes, aki aki egyáltalán nem szeret riverböt, ez egy megint egy stílus uh -huh. de van aki megszereti, szereti tudod hogyha ha már ilyen végeredményszerű, most nem tudom jobban fogalmazni tehát hogy beállítasz egy egy olyan egy, delayt egy olyan, uh -huh. egy, egy olyan riverböt ami ami hogy illik a dalhoz uh -huh. és akkor a mar marhára örül meg a producer is marhára örül meg oh, és akkor uh -huh. elkezdik kérdezgetni hogy te figyelj mi, mi szól ezen és akkor hát, mondom hogy ez a pcm 70-es oké okay, és olyan már volt hogy a Mondjuk nem én kevertem, vagy nem én raktam össze, de a megrendelő emlékezett rá, tehát ő rakta mm -hmm. össze, hogy hogyan szólt, és elküldte a sávokat, hogy azzal a beállítással rögzítsem neki a, a, a vasat. Úgyhogy én így használom egyébként a legtöbb esetben. És mondom, van olyan produkció, amikor, de akkor bővül az eset, mert akkor, akkor kölcsönkérés jön, akkor vantek. A klasszikusok. 480-as, akkor a... Tehát valakinek, hál' Istennek van, és tudunk kérni. Aha, tehát akkor úgy érzem, hogy te igazából mindenre felkészültégy az Próbálok. évek folyamán, Vagy... és ahogy jönnek a szituációk, mert Igen. rendelők, akkor te ezekhez felfegyverkezel, és akkor így, így tudatosan így épült az Igen. egész Igen. parkod. Jó, akkor nézzük meg a feljátszót, és akkor ott is mutogatod az érdekesére, de mielőtt megnézzük a feljátszót, egy apró megjegyzés, és erről beszélj csak egy, egy röviden, láttam, hogy normál keverő stúdióhoz képest sokkal több a hangszer, mint amit én megszoktam. Mert de. általában az egy ilyen stúdióban nem szokott ennyi szinti lenni. Hát mert én nem csak stúdió vagyok. Egyet. Jaj, te meg azt mondod, hogy oda jársz. A... Nem azt, hogy oda csak hogy... Hogy ö... oda van tapasztalat. Ö... Egy csomó olyan helyen voltam, ahol csak, oké, hogy alibiből volt egy csomó hangszer, de ahol utómunka, ott tudod, ott, ott, ott csak utómunka. Ja, ja. hogy, hogy neked, te nem egy klasszikus utómunka stúdió vagy, hanem itt vannak hangszerek. Persze. És. Majd a bentiekről majd úgy is beszélünk, de én itt, itt, itt uh, látok Nordokat, itt van, itt mögöttünk ez a, a klasszikus DX is, tehát hogy egy, egy csomó ilyen. Öreg Vasa. Uh, hon, honnan, honnan van a szintimánia? Mert én billentyűs lennék, vagy, tehát hogy én zenekarban mm, játszottam, mm. nekem az a hangszerem, én más hangszeren, sajnos. Nem játszom, pedig nagyon szeretnék. A dobok azokat még mm. megbeszéljük, hogy. A, a, mm. Tehát ez sajnos az. A, nem sajnos. Én úgy gondolom, meg amit láttam, hogy a stúdióban most a billentyűk mellett van egy minimális. Tehát, hogyha ha tényleg idejönnek egy olyan hangszere, vagy műszaki hiba mm. miatt meg akarna hiúsulni, és ez csúnya szó a felvétel, akkor legyen egy olyan, egy olyan eszköz, mm. amihez odanyúlunk, hogy mm. ne, hogy már ezért most nem tudunk fölvenni egy klasszikus gitárt, vagy most mm. egy, egy, egy stratocaster alapnak gondolnék, hmm. egy négy húros normális basszus gitárt, egy dob persze, és azt nem gondolnám, de mindegy. Hogy, hogy ezek, ezeket én, én, úgy gondolom, hogy, hogy ez egy alap, tehát ezek, a édesapám, tehát szerencsés vagyok, mert, mert ő meg a bitkorszakban gitáros hmm. volt, és ugye a gitáros cuccok, gitárok, azok, azok gyakorlatilag Aha, tehát a kettő így oszul. de a billentyűk, azok meg, meg hát nyilván, hogy, hogy, hogy ezek ezek egyrészt megtartottam, ami, amit, ö, amit úgy gondoltam, és jól gondoltam, mert megint, megint jönnek elő. Tehát a régi hangszereim megint... Ott kérdeztem volna így, hogy oké, most az optikailag tök jól néz az elmúlt fél évben mennyiszer volt aktívan használva. Sokszor. Tök sokszor. Tehát, mert... hogy ki igen. volt cseréve valami? Igen. Uh -huh. igen. Figyelj, embertelen jó, tehát megint uh -huh. ott azt mondom, hogy VST-ben mindent, Tehát a Rolandnak uh -huh. is, a uh -huh. Korgnak is, mindene megvan gyakorlatilag. De most megint tényleg nem, nem, nem akarok, most úgy tűnik, mintha jó, persze, mennek itt mm. van. Te, te más! Oda megyed, oda mész, eleve, megfogod, ott látszik, saktábla, billentyűi vannak, megmasszírozod, megfogod, hallod a degenerált hangképzőjét, most idézőben mm. mondom, az akkori hangját, ez tökéletes a három és különböző évjáratokból vannak. és és egy, egy, egy olyan, olyan pluszt ad hozzá, meg hát oda tudsz, ott van, oda nyúlsz, használod, nem kell millió... Tehát ott a hangszín, eleve tudod, hogy, Te tudod, hogy öh. tudatosan Na. építed a hangszínt Aha. fel, persze. Aha, mert én mert így van, a van, színt, van bent, ah. bent amit most itt nincs kint, de, de az sem van a vágóképben, azt hiszem, van egy, egy kronoszom. Aha. Az is egy ilyen svájci bicska. Gyakorlatilag Ami hangszín abban nincsen, azt hagyjuk, de semmi köze nincs ehhez. Szóval ezekhez. akkor, amit igazából akartam, Használ. az használod. Ha, persze. Használ, hogy nem csak így optikai nem. Tuning, hanem egy csomó <laughs> esetben még a szoftvereket már, hogy úgy előbb, van. előbb kapcsolom be, mint a szoftvert, ha veszem. Komolyan. Nézzük, mi történik akkor a, a, a feljátszóban. Nézzük. Beszéltünk akkor a lehallgatóról, de nyilván itt a, a fejátszónak azért külön sztoria van, ahogy Igen. mondtad itt a, a hangszerek esetében. Mint ahogy látjátok, ez egy van man show, és én vagyok egyben az operatőr. <gül> <gül> itt, a, <laughs> itt, itt tehát, hogy ö, tök jó lett volna ezt egy ilyen kézikamerás dologgal megoldani, úgyhogy az a trükk, hogy itt a telefonon be van kapcsolva, és megyek, ahogy Balázs itt mutogatja a dolgokat, és ez csak egy ilyen totál, amit itt csak itt a beköszönés erejéig veszünk föl. Nézzük át a cuccokat, és beszélgessünk itt egy kicsit a, a, hangszerekről. Ha már ennyit a dobot emlegetted, akkor, akkor szerintem kezdjünk itt a dobokkal, nézzük meg itt a mikrofonparkot, hogy, hogy mi jött. Át is adom neked itt a, mikrofonot mikrofont, mi... és, én, és én, akkor én ezeket itt ö, ö, elkezdem itt mutogatni. Ja. Szóval egy ilyen kis túl. Hát de, igen, gyakorlatilag ez egy Birch Bubinga Tama Star Classic, a Szendőfi Péter barátom ajánlásra, neki egy pont majdnem egy ugyanilyen dobja van, tehát gyakorlatilag az évjárat az egy, egyel öregebb. Ez egy tudatos vásárlás volt, mert én ismertem a az ő dobjának a hangját, és, és akkor nem volt kérdés, hogy gyakorlatilag mi az, ami árérték arányban, ez az árérték arány, ez nagyon, nagyon sokat fog szerepelni, mert tehát, hogy ez embertelen mindenre is szinte, szinte jó. Gyakorlatilag. Tehát, hogy a, a legkomolyabb, kemény rock, heavy metal, mindenhogyan hangolható, jó bírja, szélsőséges hangolást. Elképesztő jó hangja van, és egy nagyon jó áron jutottam hozzá. Tehát, hogy ez is egy tudatos vásárlás volt. Az volt. Már dobokat vásárolt. Mi volt az a trigger? Mikor jött az a trigger, hogy elkezdesz dobokat vásárolni? Hát az a nulladik típusban, amikor gyakorlatilag, ugye már kezdték, kezdett elterjedni, hogy én dobot is veszek föl, van olyan marha, ennél kisebb helyen, ugye beszéltünk róla, hogy ennek az elődje egy sokkal kisebb próbája volt, és amikor megjelentek, gyakorlatilag a zenekarok olyan olyan dobokkal, ami vállalhatatlan volt, tehát tudtam, hogy valami nem stimmel, akkor az a, az, a, az, az első minimum volt, hogy nekem kell vásárolnom egy dobot. Az egyébként egy egy Pearl uh, cucc volt, véletlenül az is a szendőféj volt valaha. Én jobban vagyok vele, nyilván, hogy ő elképesztő uh, tudós a dobszannak is. A recording custom volt az, ami, ami a cél, még a mai napig is, de az szinte gyakorlatilag megfizethetetlen. Tehát olyan árakat kérnek érte, de az tényleg egy olyan dob, azt hallani kell. Na mindegy, tehát hogy gyakorlatilag e, megjelentek itt olyan dobokkal, a, ami vállalhatatlan volt, tehát ezért kellett, kellett találnom valami valami olyan megoldást, ami tényleg szélsőségesen hangolható, többféle stílusban használható, hát ez maximálisan kielégít mindent. Nagyon sok lemezen lehet hallani, a bőrökkel nagyon sokat szórakozunk, az nagyon, nagyon, nagyon meg tudja változtatni a, a, az egész dob, dobnak a karakterét. És van egy másik öregebb Tamám, az meg egy Royal Star 1983-ból. Az, az a Pergő, amit, amit már vágó Vágóképeztél, az egy 83-as egyébként e, szupersztár, tehát az évjárat az oké, okay, az nem a Royal Starhoz tartozik. A Royal Star egy nagyon alulértékelt dob. Ezt itt a triálban árulták egyébként a 80-as években, az elég sok volt Magyarországon, vagy sok is fel lehető, csak a hardware az nagyon érzékeny, úgyhogy elég hamar tehát szétesett. És ezért aztán mindenki meggyalázta, de azzal tudok meglepetéseket okozni, amikor az öreg dobot előveszem, és az pu -pusztító, pusztító lábhang, tehát az, az kegyetlen. Ez, ez, a kettő fő, fő dob van, ebből a kettőből gyakorlatilag már szinte majdnem mindent megoldunk kis túlzással. Ha valakinek nyilván speciális kívánsága van, az hozza a saját dob, de az, az olyan is. Akkor 18-as kis lábdob, azok, azok már nagyon különleges dolgok, de úgyhogy ez, ez volt a vásárlás, és a saját színkészletem, ez is olyan, hogy hogy gyakorlatilag a dob az egy elképesztően drága valamit, valami. Tehát, hogy én elkezdjek uh, millióféle színkészletet venni, az, aki a dobosok az biztos fogják tudni, hogy ez nem gyerekjáték. Ez is egy, egy, olyan, olyan szett, ez a nincsen semmi ötletem, akkor ezt így elővesszük. Ezzel nem baj, nagyon nem lehet, nem lehet mellélőni gyakorlatilag. Ez pont egyébként egy, egy ilyen olyan dobfelvétel volt, amikor csak az én cuccaimat használták, nem, egy dobverőpárt jó esetbe hozott. Ja, ami most itt fönt van, az egy nagyon basic setnek mondható, kivéve az, hogy ami, amit fönt láttatok, ez egy KM84-es najban, ez a 184-esnek az elődje, hát van különbség. Nagyon krémes, szép magasa van, ebbe a még nem ORTF, de még nem AB-be van rakva, gyakorlatilag egy ilyen átlag dobszetnek ez, ez, egy ilyen kiinduló mikrofonozása, tök jó sztereó, fázisban rendben van, ha lehet látni egyébként, hogyha na, majd megnézitek, hogy, a, a, hogy milyen tengelybe van rakva. Hogy... Ja, ja, igen, ez, ez, egy ilyen nagyon, nagyon basic egyébként mikrofonozás. Ami fönn van mikrofonszet, ez tényleg olyan, hogy, hogy ezt amikor így előveszem, akkor itt nem, nem nagyon szokott probléma lenni. Ugye a, a Beta 52, ha van, aki nagyon utálja, lábdob mikrofonban, de gyakorlatilag ezzel majdnem mindent meg lehet, meg lehet oldani. Ha jó helyre van rakva, jó dobba, ezzel nagyon nehéz, nehéz tévedni gyakorlatilag. A, az SM57 van, van fönt a, 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 pergőnek a tetején, ez egy olyan SM57-es, ami, ami egy modifikált, egy tab ö, trafó van benne, az eredeti 57-esek azok így készültek, lehet moddolni gyakorlatilag, nagyon egyszerű. Mert a, a, a sima 57-es azért ez nem ugyanaz. A trafo hangját hallod, ennek egy kicsit nyitottabb közepe van. Ö, nyilván egy sima 57-est is o, oda teszünk kutya baja, de ez egy ilyen jól, jól, bevált valami. A, a hát most ez így jól látom, pont a Dani mutatja, hogy úgy tűnik, mintha furcsa lenne a, a mikrofon főrakva, mert általában nem így. Ugye, hogy, 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 gyakorlatilag ezt a síkot, síkot látod, nem úgy, mint például, hogy az oldaltam, az állótamnál látszik, hogy ott viszont befele néz, teljesen más. A, a Sennheisernek egyébként ez a, ez a default-ja. Ez most, egy, ilyen, ez most egy, egy egy titkos trükk, amit elállunk. <laughs> nagyon sokan nem tudják, hogy ennek ez a felszerelése. Nem mindegy mondjuk, hogy milyen tartó van, mert ez csak az egyenes tartóval lehet így szépen megcsinálni. Gyakorlatilag a, a, a dobnak a, a teljes akusztikáját veszi, nem csak a bőrnek a puffogását. Úgyhogy ez, ez, ez egy tök jó basic set. Amit még Tamra elképesztően nagyon szeretek, az egyik itt van. Ez a súrnak sure a az sm 98 ez a régi. Úgy néz ki, mint egy cigaretta, mindenki kidobálta, nem is lehet találni, tehát úgy vadászok általában, most már három darab van ebből, ez a patent vál, változtatja, tehát egy, egy hiperkardoid, szuperkardoid lesz a, a sima kardoid mikrofonból. Ez egy kondenzátor hangszer mikrofon, a Dave lehet sokat látni, hát az kegyetlen büntető. Mindenre, például Kongára, ilyen ütősökre, az, az egy, az egy félelmetesen jó mikrofon. Nyilván ugye a, a, az alapa az MD421, az öreg. Egyébként kint a, meséltem, hogy a, a, ott be van mikrofonozva pont egy, egy, egy gitár kombó, azt nagyon-nagyon szeretem, de uh, hogy is fogalmazzak, azt szeretik szétverni. Most egy, egy ilyen vintage mikrofonra elkezdenek ütögetni, uh, tehát ezt ritkán szoktam fel, hogy Kérdeztet, hogy mi az, amit ritkán? Tehát azt tényleg olyannak rakom föl, aki, és ez hülye hangzik, akit ismerek. Tudom, hogy nem fogja szét, szétcsapkodni, mert már volt, hogy szétcsapkodták, és akkor az, az gyilok. Azt nem tud pótolni nem gyakorlatilag. Ez olyan, mint hogy van a, a Jeff porcaro aki ismeri, egy remek dobos volt, a világ egyik legjobb dobos, egy Session dobos, millió lemezen játszik, ugye a Jackson lemezeken is, ott az, az egy köztudott így, így a körünkben, hogy az elam 251 esek vannak fölrakva a tamokra is. Na most az úgy, ezt már sokszor sztoriztam, most képzeld el, itt megtehetnénk, akkor az oké. Okay. Mert egyébként... Tehát, hogy, a, hogy egy tam normálisan szóljon, meg egy dob jól szóljon, azért az egy, akármilyen hülye hangzik, ez egy kondenzátor mikrofon. Tehát a, a komoly dobosok, azok tényleg nagymembrános mikrofonokat tesznek, oda dobolni tudni kell. Szóval most minden bántás nélkül. A, nem az a dobolás, hogyha, hogyha valaki iszonyatos erővel püföli a dobokat, ott egy nagyon, nagyon finom dinamikával az, 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 amit lehet hallani, jó tam hangot például. Erősítő, hát az aztán, te jó Isten, hogy kell. Ja, az, hát a, az egy elég komoly dolog, ott az a Vox, az egy 74-es top boost, AC30-as, 1974-es, az édesapámnak a, az erősítője. Elképesztően jó állapotban van, egy gyűjtőtől sikerült beszerezni, még eredeti minden szinte benne, egy-két kábelt kellett kicserélni, nyilván a cső az állandóan cserélődik, a csöves cuccok az életveszély. Mikrofonba is, tehát az ember háromszor most már azért meggondolja, hogy, hogy mennyit megy, tehát az, az gyilkos. Hát ez, ez itt a, 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 vintage szekció, az egy basszus, nagyon sokat, hogyne. Itt majdnem, majdnem mind, ami bent van, az agyon van használva ennek A voxot azt nem tudod levakarni, annak egyféle hangja van, az olyan, aki azt nem szereti, az nem szereti, de aki meg nem ismeri, az fogalma nincs, hogy ez, ez elképesztően, tehát hogy ez, ez olyan, hogy oda teszed, meg lehet rendesen tekerni, tudni kell beállítani gyakorlatilag, vannak néha meglepetések. Itt nem tudod szabályozni a hangját, tehát ez elképesztően hangosan szól mindig, ez kegyetlen. Fölötte az a, a Pivi Centurion, az, az, na hát, vagy az nem egy csöves cucc, az a 80-as évek, 70-es évek vége, az, az egy embertelen jó basszus motyó egyébként, meg, megsúgom. Van, van, egy, ö, egy édenládám kint, az el van dugva, mert ugye kérdezted, hogy mi az, amit másképp csinálnék. Az az elején nyilván belegondolsz, hogy, 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 hogy tök jó, hogy van egy ekkora stúdió, ez mondom egy optimális méret, egy 36 négyzetméteres feljátszó van, 320 a belmagasság, tehát hogy ez, ez, az alap, de hogy a pakolás szempontjából gyakorlatilag még egy fele ekkora terem minimum kellene, ahova, ahova nem használt cuccokat elrakod. De az egy komoly probléma nálunk. Tokod, a dobot, amikor leszedjük. Itt van néha, ki van üritve ez a terem, nagyon verzibilisen van megcsinálva. Tehát én ezt fél óra alatt ki tudom úgy üriteni, hogy itt, itt gyakorlatilag teljesen üres, és egy komplett zenekar föláll. És akkor videoklip forgatás, sok videoklip készül egyébként ebbe a teremben, fel lehet ismerni. Az a fal is úgy van, úgy van megcsinálva, hogyha nézitek, hogy a, a, a függöny, tehát hogyha elhúzom, akkor ez egy rendes visszaverő felület, illetve a szőnyeget fölveszük, akkor jön meg igazából az akusztikája a, a, a teremnek. Persze, persze, hát egy dobot fölvenni, nem rossz egyébként, néha én már hallottam ilyen félig döglött terembe, inkább, mint egyébként egy rossz terembe fölvenni, azt csak mondom, de, de hogy, hogy, hogy elképesztően jól sikerült, ez is hála Istennek, mert például, hogy csak az, hogy a dobfelszerést, vagy, a, vagy az erősítőt különböző pozícióba tesszük a, a, a terembe, tök más hangja van. Tehát, ahol például most állsz, ott egy teljesen más dobszand van. De az, az nagy, Tudatosan lehet ez például. Ha itt van, akkor nyilván van értelme valamennyire terem hangot venni. Ott, ott lehet látni például a két AKG C414 UBLS, ez a D Ultra lineár Sand, ha <laughs> jót rögtünk. Tudod, hogy majd lineár szandja van persze, az, az van betéve, illetve, hogyha a másik falnál nézed, az egy nagyon különleges mikrofon, ez 1969-ben gyártották az egy Bengen Olufzen, aki ezt ismeri a céget, azt általában a hifiről ismeri, ez egy Bengen Olufzen Ribbon mikrofon, ami Bloomline pár, ez egy elképesztő, hogyha valakinek mond a Royer cég valamit, akkor gyakorlatilag a, a Bengen Olufzenből, tehát ennek a tervei alapján lett a, a Royer Labs gyakorlatilag a mai napig. Ezt nagyon szerettem, az egy Ribbon mikrofon, az is tér, térnek tök jó. Ö, variálni. A csapogunk, mert erősítőről mert beszéltünk, igen. Az az engel, az egy RetroTube 100 as egyébként az uad is meg lehet ta találni pluginba. Ez, ö, ez, is, na, ez már egy olyan erősítő, amivel gyakorlatilag majdnem mindent, mindent megcsinálsz. Tehát ugye a, a teljesen clean -től el tudunk menni egész egy high Úgyhogy ez, 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 egy ilyen, hát nem, most nem mondanám, de ilyen modernkori marsalt képzeljetek el, Ö, mint, a, mint a megtuningolnátok a, a marsalt kis túlzással. Ezt nagyon szeretjük egyébként. Ezt a fejet is, a Mátyás Szabi barátomnak a, a feje. Sok, sok, olyan gitár cucc van, amit így kvázi egyrészt öröklök, tehát hogy egy idő után nyilván nem megy sehova, és akkor azt, azt <laughs> de ez egy, ez egy elképesztően jó. A 1960-as láda alatta, hát ez egy teljesen, teljesen bézik, de még a, még a jobb, jobb, korszakából nem úgy néz ki, mint egy új, de gyakorlatilag vadonatúj a, a, a cudz, mégis a 80-as évek végéből származik. Mellette van a V30-es Viktori, a saját uh, ládájával, hát ez aztán, ez, ez, gyilkos. Tehát 30 wattos, két csatorna, Gyakorlatilag clean, így ránéznek általában az emberek, hogy mit akarok én ezzel az egérmozival, és tenna pedig az pusztítóan gyilkos. Hogyha megfordulsz, akkor van még a dandózoli rám ruházta ezt a krét ládát. Hát a... ilyenkor jönnek ám a vicces dolgok, ha például az engölt bekapcsolod, hogy teljesen mindegy bármelyik fejet. És semmi más nem csinálsz, csak a ládát. Most ez nyilván ez basic dolgot mondok, kicseréled, akkor jön a. Aha, itt ez egy Amerika, az meg az Anglia. Tehát, hogy annyira megváltozik a, a, a karaktere, azt, aki gitáros, azt tudja, hogy, hogy, a, hogy a hangfal maga, ezért a szimulációt is biztos, mert aki gitáros is használja a plugineket akkor elképesztő, ha csak, ha csak a hangfalat kicseréled, az, az gyakorlatilag egy más, másik cucc. nagyon fontos a, a kettőnek a kombó, ezt is lehet variálni. Tehát bármelyik hangfalat, bármelyik erősítővel tudjuk párosítani. Mikrofon? Aha. Hát az borzasztó, hogy te, a mikrofonból sose elég. Tehát ez, a, ez, az els, első. Ének mikrofonok. Ha kérdeznétek, hát én általában 67, U67 mániás vagyok. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy abból gyakorlatilag majdnem mindent meg lehet oldani. Tehát csöves mikrofon, akkor én, én U67. Ez egy olyan klón, amiben eredeti alkatrészek vannak, tehát az eredeti kapszula van benne, telefonként csövel. A gyakorlatilag, aki ismeri a, a fehér Dávid, akit még fehér Tibornak is ismerjük, <laughs> ő, ő csinálja. Rengeteg mikrofon van már az országban, amit használunk. Ezek ö, félelmetesek. Fölül az egy Elam 251-nek a klónja, két teljesen különböző karakterű ö, mikrofon. A kapcsolás az ilyen C12 jellegű, gyakorlatilag egy nagyon kompresszált hang. Tehát semmi köze így, ilyen szempontból a kettőnek. Ez azért van így fölrakva, mert például, ha jön egy énekes, és még fogan nem dolgoztunk együtt, akkor azzal kezdünk, hogy, hogy kiválasztjuk a, a, a mikrofont. És akkor így nagyjából így beteszem, egy nagy araszra hátraáll, már a beéneklésnél rögtön kiderül, hogy a dalhoz melyik mikrofon az, ami, ami neki jól áll. Most egy kicsit túl, túlzása Van még egyébként még számtalan mennyiségű mikrofon, amit használok. A 87-est nagyon szeretek, dinamikus mikrofonokkal is veszünk föl, azzal is elképesztő jó eredményeket lehet elérni. Tehát nem mindig, nem mindig a, a nagy membrános csöves a, a befutó, elképesztő jó hangot lehet dinamikus mikrofonokkal fölvenni. Ott már viszont nagyon számít a, a preamp. Ugye most hiába vesz valaki egy SM7 át, mert ugye az a, az a klasszik, hogyha az nincs rendesen megtekerve, meghajtva, akkor, akkor azzal nagyon sok mindent nem érünk. Az a... Aha. Kábel menedzsmenttel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem hozzá, hogy az egy idő, amit itt kialakulnak a, a, hatékony dolgok, tehát hogy mire itt bekábelezel mindent, mi hogy megy, mennyi idő volt, mire ez az egész ökoszisztéma itt kialakult, hogy szépen bemegy a patchbe tehát hogy ennek a kiépítése, gondolom ez nem két perc volt pont, amikor a kamera nem forgott, akkor mondtam, hogy én folyamatosan egy félkész állapotban vagyok. Tehát, hogy amikor ez fölépült, akkor igen, még ha majd körben meg a vágón van, körülbelül még egy órát tudnék beszélni, hogy mi az, ami nincs kész. De a, a kábelmenedzsment, ez az, az egy öröklött stagebox gyakorlatilag. Terbe volt, feketével le van, le van egyébként takarva, hogy, hogy a falnál, hogyha majd balra fordulsz az ilyen videoklip miatt van feketére letekarva, az maga egyébként a, a -nak a helye, mert azt úgy, úgy gondoltam, hogy, a, hogy az lesz a Wallbox, hogy a klasszikusan úgy van, hogy fogod, és akkor egy, egy rögzített helyen van, van, a stagebox, az ne az a stage, hogy oda teszed be az ajzat a, 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 kábeleket, a mikrofon kábeleket, de aztán rájöttem, hogy ha hogyha ilyen stageboxként ként használom, akkor sokkal-sokkal akkor jobb, mert ez például van vagy másfél méter, és ezt nagyon sokszor el szoktam mozdítani. De mondom, van, hogy videó készül, ma már mindenről videó készült, amikor van úgy, hogy élőbe veszünk föl, tehát hogy a zenekar a frankót veszi, és az arról videó készül, és akkor az nem, nem nagyon funky, hogy az itt középen van, akkor el tudom rakni egy csomó helyre eldugni gyakorlatilag, Úgyhogy ez bevált, ezen nem is fogok változtatni valószínűleg, majd bővíteni fogom, hogy, hogy még több csatornát lehessen ledugni. Egyelőre ezzel meg tudom, meg tudom oldani, a kábel méretek se gyakorlatilag 5-6 méteres kábelek vannak. Ö, én Zommer meg Klotz párti vagyok. Azzal eddig még nem hoztak vissza, hogy figyelj, de szarúszol a kábel. Hát, <laughs> hogy igen a patch ez az egy borzalmasan fontos dolog, mert ez a kúszok, dugdosom, itt van, hogy egy napon belül teljesen megváltozik egy funkció. Tehát érted, hogy, hogyha egy komplett zenekart veszünk föl, hogy dob is van, meg minden, és aztán utána, meg délután elkezdünk hegedülni, a mögötted lévő mikrofon és gyilkos, ez egy DPA 4011, ez minden, minden akusztikai, akusztikus hangszer, tehát ez elképesztő. Na, és akkor viszont tudod, hogy mivel beszéltünk róla, hogy de én ugyanazt az előfokot fogom használni, meg ugyanazt az elkut, amit egyébként a pergőre használtam, akkor most el tudod képzelni, hogy hát, ha melyek kidugom, ne. A, a az, az, gyakorlatilag az már egy, már egy alap dolog, azt a kezdetektől fogva egyfajtába változtatom, de egy jó patch t kiépíteni, az egy két hét gyakorlatilag. Tehát az elképesztő mennyiségű meló. Kicsit így kézből köszönünk el, mert sokkal egyszerűbb, mint hogy újra felszettapoljunk. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtél minket ide a Boszorkány konyhádba, és remélem, hogy ti is nagyon sokat tanultatok ismét. Ha akartok bármi jó dolgot felvenni Balázsnál, akkor szerintem lerakom a linkbe a, a elérhetőségedet, és akkor szerintem nagyon adja magát. Hogy, hogy, mi mindent lehet itt csinálni, úgyhogy gyertek, nézzetek körül Balázsnál, nektek megköszönjük szépen a, a, megtisztelő figyelmeteket, és akkor találkozunk legközelebb. Ne felejtjétek el a B csatornát bekövetni, mert lesznek ott plusz tartalmak. Balázs még itt nyúzom majd a felvétel után, hogy, hogy, hogy valami dolgot nyugodtan elkezdhet oda is. Vigyázzatok maradatokra, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ciao.